Ismét népzenei dallamok csendültek fel a Malom utcában, hiszen szombaton újévi táncházat tartott az Alba Régia Tánc Együttes. A havonta szervezett mulatságokat mindig igyekeznek úgy összeállítani a szervezők, hogy a felnőttek és a gyerekek egyaránt megtalálják a számukra megfelelő programot. A 2024-es évad első alkalmán Knejfelné Lackó Krisztinától sajátíthattak el népdalokat, táncokat és mondókákat a legkisebbek, majd Németh Gergő vezetésével magyar palackai táncot tanulhatott az idősebb korosztály. A táncok mellett, mint minden alkalommal, a kézügyesség fejlesztésére is volt lehetőség. A mostani alkalommal új esztendőhöz illő malacos pénztárcát készítettek a foglalkozás résztvevői. Pintérné Markovics Marcella, a foglalkozások vezetője szerint a táncház remek lehetőség a családoknak, mert a gyerekek itt rengeteget tanulhatnak a népi kultúráról, és mint mondja, igyekszik ő is az aktuális hónaphoz tartozó népszokásokkal kapcsolatos dolgokat készíteni az érdeklődőkkel. Mindenképpen figyelembe veszem a hagyományos ünnepköröket, tehát azokhoz kapcsolódóan, a népi hagyományokhoz kapcsolódóan vannak a témák, és próbálom mindig valami olyan technikát is belevinni, ami a néphagyományokhoz kapcsolódik. Az idei év különleges az együttes életében, hiszen jubileumot is ünnepelhetnek az Alba Régiások 2024-ben. Egy jubileumi évadot kezdett meg az Alba Régia Tánc Egyesület, ugyanis 2024 az Alba Régia Tánc Együttes 75. évfordulója, és ez a mai újévi táncházi alkalom volt az első ténylegesen olyan szakmai program, amivel ezt az egész évet átívelő jubileumot elkezdhettük. A zenét ez alkalommal is a Galiba zenekar biztosította. Legközelebb január 20-án 18 órára várják az érdeklődőket a Malom utcába, ahol az 1949 óta működő táncegyüttesről szóló 75 éven átívelő Analog Digital Art című kiállítást nyitják meg.